Köszöntjük kedves nézőinket, Önök a Guta TV-t látják. Zdravíme, milí divákov, sledujete Guta TV. Sokban a város. Gútaiakat vádolnak a kuciak gyilkossággal. Az egész világ sajtót megjárt rendkívüli híren túl felvételekkel készültünk még a Tündérkert óvoda felújításáról, a Szekeres Rancson tartott nem mindennapi roncsderbiről és sok más érdekességgel, sporthírekkel is készültünk. Azonnal kezdünk, köszönjük, hogy nézik a Guta TV-t. Mesto je v šoku. Z vraždy kuciaka boli obvinení Kolárovčania. Okrem mimoriadnej správy, ktorá obletela celý svet, sme si pre vás pripravili zábery o vynovenej materskej škole Tündérkert, o vrakovej derby, ktorá sa konala na ranči Sekereš a mnohé iné zaujímavosti. Prinášame aj správy zo sveta športu. Okamžite začíname. Ďakujeme, že sledujete Guta TV. Sokban a város. Gútaiakat vádolnak a kuciak gyilkossággal. Nagy zajra ébredtek a gútaiak szeptember 27-én. Helikoptereket és kommandósokat vetett be a rendőrség abban az akcióban, amelyben a kuciak gyilkosság feltételezett tetteseit fogták el otthonaikban. Munkatársunk már kora reggel az elsők közt a helyszínen volt Szabó Tamás családjának házánál. A gútaiakat megdöbbentette a hír. Nehezen tudják elhinni, hogy a volt rendőrnek köze lehet egy ilyen bűntényhez. Adásunk elkészültéig a rendőrség nem nyilatkozott az ügyben. Jövő héten beszámolunk a további fejleményekről. Mesto je v šoku. Z vraždy novinára Kuciaka boli obvinení Kolárovčania. 27. septembra zobudil Kolárovčanov veľký hluk. Polícia do akcie nasadila helikoptéry a príslušníkov elitnej jednotky počas akcie, keď v domovoch podozrivých zadržali predpokladaných páchateľov vraždy Kuciaka. Naša kolegyňa bola medzi prvými prítomná na mieste akcie pri dome rodiny Sabo Tomáša. Kolárovčanov správa zaskočila, padne im zaťažko uveriť tomu, že tento bývalý policajt môže mať niečo dočinenia s takýmto ohavným skutkom. Do uzávierky nášho programu sa polícia k tejto veci nevyjadrila. Budúci týždeň budeme informovať o ďalšom vývoji. Maďarská vláda venovala v rámci programu renovácie materských škôl materskej škole Tündérkert 170 000 eur. Vynovená škôlka bola odovzdaná 27. septembra. A magyar kormány 170 000 eurót adományozott a gutai Tündérkert óvodának a felvidéki óvodafelújítási program keretein belül. Az átadóra szeptember 27-én került sor. 10 éve kezdtük el az ablakok cserélését, és a 16-os évben kezdtük el az épület külső burkolását. 3 pavilonnal elkészültünk, a 2 pavilon még egyelőre várat magával, ez a jövő évre van tervben. És hát ez a nagy összeg, ez abban segített bennünket, hogy olyan dolgokat tudtunk megvalósítani, amiket nem lehet részletekben csinálni. Villanyvezetékek teljes rekonstrukciója, a világítótestek cseréje és a hozzátartozó hálózati kapcsolók, valamint a fűtésrendszernek a komplet rekonstrukciója. Az óvoda a városi fűtésrendszerre van kapcsolva, úgyhogy ez a fűtőtestek és a vezetékeknek a cseréje. Valamint még az Erdő utcán is sikerült a villanyhálózatnak a komplet rekonstrukciója, és ott is a világító testek és a kapcsolók cseréje. Ezek a munkálatok ugye magukkal hozták a rombolást, és hát először ugye a rossz munkák voltak, aztán jött a szépítés, viszont ez a szépítés ez megint a saját erőre hagyatkozott, úgyhogy ez már nem volt része a projektnak. Úgyhogy a festés és az utómunkálatok ezek már az óvodának a költségvetését terhelték, de akkor is ez a 180 000 eurós összeg, aminek nagy részét, a több mint felét ezek a munkálatok tették ki, nagyban elősegítette azt, hogy az óvoda egyről a kettőre lépjen, és hogy egy kicsivel gyorsabban érjünk az alagút végére. Ami még nagyon nagy dolog volt a játszótér. Ez is egy olyan probléma volt, hogy nem tudtuk teljesíteni a mostani előírásokat azokkal a játszó alkalmatosságokkal, amik voltak, és bizony elég nagy összegbe kerül egy-egy ilyen játszó építménynek, akármilyen toronynak, mászókának a beszerzése, aminek megvannak ugye a követelményei, vagy teljesíti a követelményeket. Úgyhogy ez is egy nagyon nagy plusz volt. Ami még az udvaron a rekonstrukciót érintette, a mélyített területeknek a föltöltése, ami megint csak a gyerekeknek a biztonsága érdekében történt. Ott voltak 60 centis mélyedések, amiket körben beton vett körül, és ez bizony egy 3-6 éves gyereknél hát előfordulhatott volna komolyabb baleset. Kolléganőknek hála nem történt, de így egy kicsit nyugodtabban merjük őket szabadjára engedni, és hogy élvezzék a szabad mozgást, a szabad játékot. Ezt az egész
felújítást. Hát mindenek előtt a magyar kormánynak, aki lehetővé tette, hogy a felvidéki intézmények, pályázat intézmények felújítására az önkormányzatok pályázatot adhassanak be. És hát ugye a városunk vezetésének, aki ebben első rangú partnerünk volt, és gondolkodás nélkül belevágtunk, és támogattak bennünket ebben, és hát a kivitelezőknek, akik megtervezték, és utána pedig az egész munkálatot elvégezték. Itt a Újvári Istenes József és tervezőirodájának a tervezést, a Gutte Kft.-nek a kivitelezést, és mind alvállalkozónak, a Nagy Elektrónak a kivitelezést. Valamint hát itt még a kolléganőknek, meg a szülőknek, akik nekünk ebbe az egészbe segítettek, és ahhoz, hogy szeptember 3-án az óvoda fogadni tudja a gyerekeket, erőt, időt nem sajnálva itt voltak, és tették a dolgukat. A magyar kormány még 2016 végén, illetve 17-ben döntött arról, hogy egy Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot indít, és erre elkülönítettek egy hatalmas összeget, 38,5 milliárd forintos összeget, és ebből az összegből a felvidéki önkormányzatok által fenntartott óvodák 3,8 milliárd forintban részesültek. Most az én számolásaim szerint 136 ez az óvoda, ami felújítás alatt áll, illetve már átadták. Én augusztus közepétől szeptember végéig 40 olyan óvodát láttam, ami átadás alatt van, vagy már átadták, és ezekre az óvodákra közel 1 milliárd forintot fordítottak a felújításra. Köztük van a Gútai. Hát minden óvodánál más és másra pályáztak. Van, ahol a tetőt cserélték, van, ahol a villanyvezetékeket. Itt például önöknél a villanyvezeték cserére került sor. Egy szép kis udvart alakítottak ki nagyon szép kis játékokkal. Örülünk neki. A Kárpát-medencei óvodaprogramnak kiemelt helyszíne volt a felvidék, ugyanis a múlt évben 58, ebben az évben pedig közel 70 óvoda, tehát együttesen közel 140 felvidéki óvoda tudott megújulni, és ez azt mondom, hogy Pozsonytól egészen a keleti végekig, hisz az elmúlt hetekben szinte napi renden voltak, és nem egy, hanem több óvoda átadása, és én azt mondom, azért örvendetes ez, mert egyrészt nekünk itt Szlovákiában élő felvidéki magyaroknak, ide adót fizetőknek, ezeket az óvoda újításokat a szlovák államtól kellett volna kapnunk. Viszont ilyen értelemben ez a sajnálatos rész, az örvendetes az, hogy az anyaország számára fontos a felvidéki magyar közösség, és azt tudjuk, hogy egy gyermek 6 éves koráig tanulja az anyanyelvét, tehát addig is nagyon fontos dolog az, hogy bár manapság trend, és nagyon gyakori, hogy idegen nyelvű óvodát, akár többségi nyelvet tanítva idegen nyelvű óvodát választanak a szülők, hogy majd könnyebb legyen idegen nyelvet tanulni az iskolában, azt azért nem szabad elfelejteni, hogy az óvodai képzés, az óvodai anyanyelvvel sajátítás, az mindennek a bázisa. Erre épít majd aztán az alapiskola, erre épít a középiskola, és ha megvan ez az alap innen, aztán később akár egy idegen nyelvű egyetem, az nem probléma. Az, hogy ezek az óvodák megújulnak, az azt hozza magával, hogy a szülők bátrabban választják a jobban felszerelt, kívülről-bévülről rendbe rakott felvidéki magyar óvodát, de mindez azért van, hogy a felvidéki magyar közösség higgyen abban, hogy a jövőt nem csak magyar nyelven írják, hanem tegyen azért, hogy a jövőt itt a felvidéken magyar nyelven beszéljék. Úgyhogy köszönet mindenkinek, aki Gúta városában, úgy az önkormányzatnak, a polgármester úrnak, az alpolgármester asszonynak, akik vállalták azt, hogy végigvitték a Magyar Közösség pártja képviseletében, amely párt a magyar kormány stratégiai partnere, és a Pedagógus Szövetség ajánlásával itt az óvoda felújítást, és ahogy mondtam a szalagátvágás előtt, az ember akkor lesz nyugodt, hogyha 15-20 év múlva ezt az óvodát újra fel kell újítani, mert akkor az azt jelenti, hogy kopott, tehát jártak ide gyerekek, elhasználódtak az ajtók, ablakok, a szőnyeg, tehát a felvidéki magyar óvodákba gyermekek jártak, járnak, és bízunk benne, járni is fognak.
Gótán eddig még soha nem látott szórakoztató programot szervezett a Szekeres Rancs és Marosi Róbert szeptember 22-én. A vállalkozó nem működő járművek likvidálásával foglalkozik, ezért adta magát az ötlet. A Roncs Derby nagyon népszerű volt a látogatók körében. Ranč Szekeres v spolupráci s Robertom Marošim usporiadali v Kolárove 22. septembra zábavný program, aký doteraz mesto ešte nezažilo. Podnikateľ sa zaoberá likvidáciou nepojazdných vozidiel, prišlo to teda ako si samozrejme. Braková derby bola medzi návštevníkmi veľmi populárna. Tehát onnan jött az egész ötlet. Szeretem a Bud Spencer filmeket, és ott van neki egy-két olyan filmje, ahol vannak ezek a Roncs derbik. És akkor fölkértek Nagy-szigeten, hogy gyermeknapkor nem rendeznénk valami sót, és onnan jött az egész ötlet. Megrendeztünk ott az elsőt, aztán meghívtak Kamocsára, ott megrendeztünk a másodikot, aztán nem volt egy évén terepünk, nem volt plac, hol tudtuk volna rendezni, és akkor úgy döntöttem, hogy itt van Korkován Péter, a Szekeres Rancson, a barátom, és adott nekünk terepet rá, és akkor mondom, szervezünk egy nagyobbat, egy látványosabb showt. 12-en voltunk résztvevők, versenyzők, voltak itt a Rimaszombatból barátaim, akkor Komáromból, Gyalláról voltak, Gútáról voltak. Első disziplína az, hármasival indítottam az autókot, aki a leggyorsabban, a két első, második az bennmaradt, a harmadik, a utolsó az kiesett. És ez így ment körbe-körbe, míg az utolsó három első ment, versenyzett egymással. Na, első helyezett Szabó Gábor, Gútáról, második helyezett Pál Gyula, Tajtiről, Rimaszombati járásból, harmadik helyezett Marvai Attila, Gútáról, és a Roncs Derby győztese, Roncs Derby győztese versenyt Dániel Komáromból. Ez a Roncs Derby nagyon jól sikerül, és szeretnék ettől nagyobbat, minél jobban kifejleszteni. Csak nincs hozzá terén, mert ha sikerülne valami placot találnom, egy ilyen 20-25 autóra, akkor szeretném fejleszteni, egy hagyományt csinálni ebből, mert járok sokat külföldre, osztrák, magyar, vannak pályák, amik stabil pályák, amikor bárki fogja magát hétvégig, unatkozik, kimegy, és egy kis adrenalin tud magának üzenni, szerezni. A gótai lövészpályán szervezték a komáromi járás vadászainak kötelező lövészetét. A gótai túzok vadásztársaság vaddisznógulyással fogadta a vendégeket. Na Kolárovskej strelnici bola zorganizovaná povinná streľba pre polovníkov Komárňanského okresu. Kolárovské polovnícke združenie DROP pohostilo hosti a prítomných gulášom z diviaka. Jó napot kívánok, Tóth Zoltán vagyok, kín vagyunk az Gútai Vadásztársaság lövőpályáján. Most egy versenyen veszünk részt, amerikai trappot lövünk. Ezen a versenyen mindenki részt vett, akinek van sportlövő engedélye, vagy vadász engedélye, van fegyvertartási engedélye. Tehát javar és sportlövők jönnek el. Ha egyenlőre, ha jól tudom, 50 lövő van, 5-ször vagy 4-ször 15-öt lövünk, 15 galambra, és aztán a legtöbb, aki lövi, az megy a díjakért. Hát itt van a lányom, aki próbálkozik vadászattal és lövészettel, kisebb-nagyobb sikerrel, egyenlőre csak járja a vadászkurzora jár. Jövő márciusban fogom elvégezni a vadászkurzusom, hogyha majd minden jól megy. Mivel hogy hát az egész családom vadász, ezért kicsikorom óta én is arra voltam ösztönözve, hogy hát járjak velük, ezért most már, hogy megadatott a lehetőség, én is úgy döntöttem, hogy megcsinálom ezt a vizsgát. Praktikai vizsgám már volt, majd a teória rész jövőre lesz, és hát most először kipróbáltam magamat ilyen versenyen, hát annyira nem volt nagy sikere, de majd legközelebb talán jobb lesz. Základná organizácia jednoty dôchodcov každoročne usporadúva populárnu michalskú zábavu. Ani v tomto roku tomu nebolo inak, na podujatie zavítali aj členovia spriateleného združenia dôchodcov, vedenie mesta a mestskí poslanci. A Gótai Jednota nyugdíjas szervezet minden évben megrendezi a népszerű Mihály Bált. Idén sem volt ez másképp, a rendezvényre ellátogattak a baráti nyugdíjas közösségek tagjai, a városvezetés és a városi képviselők is. Yeah.
családi sportnapot szervezett a Közért Polgári Körök szeptember 29-én a Városi Szabadidőközpontban. Sportbemutatók, labdarúgó torna és gulyás várta a kilátogatókat. Združenie Közért 29. septembra organizovalo rodinný športový deň v centre voľného času. Návštevníkov čakali športové ukážky, futbalový turnaj a guláš. Először is szeretném üdvözölni a Guta TV nézőit. A mai sportnaknak az a lényege, hogy mi már ezt hagyományként szerveztük többször, a évek során régebbtől elkezdtük. A mai sportnapot összekötöttük egy családi nappal, ahol nagyon-nagyon attraktív és változatos programokkal várunk minden kedves érdeklődőt, szülőket, gyerekeket, idősebb, fiatalabb korosztályt. Mindenki megtalálja majd, amit szeretne hallani esetleg megtudni. Lesz itt a aerobiktól kezdve a nyugdíjas tornáig. Azon kívül nagyon fontos, hogy egészségügyi tanácsadás, azon kívül fogyókúrás tanácsadás. A gyerekeket változatos játékok várják, ahol a szülőkkel esetleg együtt is meg tudnak majd nyilvánulni. Aki megjegyezik, nagyon finom szarvasgulyással vendégeljük meg. Azon kívül üdítőket, aki sört szeretne, a sört fogyaszthat. Tehát egy gyönyörű szombat délután szerveztük. Az ötletet az hozta, hogy szeptember vénasszonyok nyara, még az idő olyan, elbúcsúztassuk egyben a nyarat is. A Közért-Polgári Körök úgy gondolta, hogy ez a délután ez összetudja a közösséget hozni. Eleve ez a mottónk, ez a Közért-Polgári Köröknek az egyik legnagyobb célja, a közösség összehozása. Köszöntöm a Guta TV nézőit. A mai Közért tornán 6 csapat vett részt. A küzdelmek reggel 9-kor kezdődtek a csoportkörrel, és 2 órakor ért véget a döntővel. 6. helyen végzett a gútai Forte csapata, 5. lett a Közért, 4. helyen végeztek a gútai Pingvinek, 3. helyen végzett az Acapulco csapata, második lett a gútai Roma válogatott, és első az elit alakulat. A legjobb játékosnak járó díjat Dósa Barnabás érdemelte ki, míg a legjobb kapus Csontos Tamás lett, mindkettő az elit alakulatból. Nagyon örülünk, hogy ilyen ügyesen, és ami a legfontosabb, mindenféle sérülés nélkül jó hangulatban lezajlott a egész napos torna. Köszönjük azoknak, akik részt vettek, vagy valamilyen módon követték a torna lebonyolítását. Futball. Výsledky tohto víkendu: Svätý Peter Kolárovo 1-0. A počas minulého víkendu vyhralo kolárovské mužstvo 2-0 nad Hornými Obdokovcami. Pre kameru sa nám vyjadrí Mátej Zsolt. Hétvégi labdarúgó eredmények. Szentpéter Guta 1-0. Múlt hét végén pedig a csapat Felsőbodok ellen játszott, 2-0-ás győzelmet arattak. A részleteket Máté Zsolt mondja el. A múlt héten csapatunk Nyitra Körtvésen szerepelt, és 1-0-ás győzelmet arattunk. Egy nagyon nehéz mérkőzésen voltunk túl. Tudtuk, hogy a hazaiak támadó focit fognak játszani, így biztos védekezésből indultunk ki. Sokszor a szerencse is mellettünk állt, nagyon sok rögzített szituációt végeztek el a kapunk előtt, sok beadás volt, amit hárítani kellett, és ellentámadásokra próbáltunk építeni. Az első félidő 0-0-ás eredményt hozott, aztán a második félidőben egy beadás után gólt szereztünk, ami végül is győztes gólnak bizonyult, mert a mérkőzés hátralevő részében már védekezésben jobban játszott a csapat, és mondhatom, hogy nagyon fontos 3 pontot szereztünk. A mai mérkőzésre ugyanúgy készültünk, mint a többire a bajnokság során. A hangulat jó volt egész héten az öltözőben, a fiúk rendszeresen járnak edzésre, úgyhogy tényleg mindenki oda teszi magát. A mai mérkőzésen Felsőbodok csapatát fogadtuk. A táblázaton 13. helyen állt mai ellenfelünk, és egyáltalán nem számítottunk könnyű mérkőzésre, ugyanis minden csapat, aki idejön hozzánk,
jól védekezik, nagyon nehéz föltörni a védelmét, ez így volt most is az első fél időben. Azt hiszem, hogy nagyon kevés lehetőség volt az egyik vagy a másik kapu előtt. Aztán a második fél időben jobban játszottunk, volt több olyan lehetőség, szituáció, amelyből a gólhelyzetbe is kerültünk. Sajnos volt a mérkőzésnek egy pontja, amikor egy felesleges szabálytalanság után Bende Dávid piros lapot kapott. Itt nagyon rosszul nézett ki a helyzet, mert ugye 10 emberrel kellett tovább játszani, de utána sikerült 2 gólt rúgnunk, 1 emberrel kevesebben, és azt hiszem, hogy a győzelmünk megérdemelt volt. A következő mérkőzés egy járási rangadó lesz, csapatunk Szentpéterre utazik vasárnap, úgyhogy minden szurkolót szeretettel várunk. A dzsúdósok csapata Brünn nemzetközi tornáján vett részt szeptember 15-én, ahol 13 ország több mint 1000 versenyzője mérettette meg magát. A nagyon erős mezőnyben Szabó Margarita arany, Táncos Márton pedig bronzérmet szerzett. Tým judistov sa 15. septembra zúčastnil medzinárodného turnaja, ktorý sa konal v Brne. Turnaja sa zúčastnilo viac ako 1000 súťažiacich z 13 krajín. Vo veľkej konkurencii získala Margareta Sabová zlatú a Márton Táncoš bronzovú medailu. Tajo Karate klub sa 22. septembra zúčastnil v Košiciach prvého ročníka slovenského pohára. Kristofer Horváth získal striebornú medailu, Nina Erdei a Mário Kuruc skončili na 5. mieste. A Tajo Karate klub a Szlovák kupa első fordulóján vett részt szeptember 22-én Kassán. Horváth Kristofer ezüstérmet szerzett, Erdei Nina és Kuruc Mário az 5. helyen végeztek. A gótai sportcsarnok adott otthont Góta Nemzetközi Ifjúsági Kötött Fogású Birkózó nagydíjának szeptember 14-15-én. A részleteket Gőg Mihály foglalja össze. V Kolárovskej sportovej hale sa 14. a 15. septembra odohrala veľká cena v grécko-rímskom zápasení. Podrobnosti nám priblíži Gőg Mihály. Tehát véget ért a versenyünk, a Góta nagydíja. Így már 18. alkalommal rendeztük meg. Úgy gondolom, hogy sikeres volt. 117 versenyző érkezett 4 országból, eredetileg vártunk volna még 2 másik országból, összesen 6 országból vártunk versenyzőket, de az ukránok valami oknál fogva nem érkeztek meg, és a szerbiai, tehát a vajdasági magyarok, akik rendszeresen részt vettek a versenyünkön, ők most nem jöttek el, mert őnáluk is versenyt rendeztek, pedig hagyományosan mindig a baráti kapcsolatot ápoljuk velük, és el is szoktak jönni a versenyünkre. Úgy gondolom, hogy a 117 versenyző ez megfelelő színvonalat képviselt. Lehetett látni, hogy egész a legkisebb korosztálytól, tehát óvodás korosztálytól, egészen a serdülő korosztályig a gyerekek tényleg föl voltak készülve, nyilván kicsi között még voltak akadozó technikák, akik még kezdik csak kóstogatni a birkózást, de a idősebbek között már valóban nagyon szép meccseket lehetett látni. Én a saját versenyzőimmel valójában az elvárásnak megfelelően versenyeztek. 4 aranyérmet szereztek a versenyzőink, a legkisebbek között a Balázs Bence, a kezdő között, óvodás kategóriába,
majd Dinko Nikolas, a fiatalabb diákoknál legalacsonyabb súlycsoportba, Dinko Branislav, a többszörös országos bajnokunk, szintén megnyerte a 40 kg-os kategóriát a idősebb diákoknál, és külön szeretném megdicsérni a KB Filipet, Matyikát, más néhlen, ugye, aki 16 versenyzőből ezüstérmet szerzett, ezen kívül szereztünk még több ezüstérmet is, és bronzérmet is, de őrájuk külön szerettem volna fölírni a figyelmet szerintem, és rosszul fogjuk hallani a nevüket a eredményes sportolók között. A csapatversenyben másodikok lettünk, tehát ez egy nagyon jó eredmény. Én megmondom őszintén előre, ha első háromba bekerültünk volna, aláírtam volna akár a harmadik vagy a negyedik helyet is ebbe a erős mezőnybe. Tehát úgy gondolom, hogy ahogy visszakérdeztem az edzőket, megvoltak a szervezéssel is elégedve, és hát remélem, hogy jövőre is sokan el fognak jönni. Jövőre 19. és a 20. is szeretném megérni, hogy 20. alkalommal is megtudjuk szervezni ezt a tornát, és bízok benne, hogy ennek a jó hírét tovább terjeszthetjük a városunknak ezzel a tornával is. Nagyon szépen köszönöm valamennyi támogatónak, hogy a táblán látható a szponzoroknak a segítségét, nélkülük ezt nem tudtuk megszervezni, és utólag is nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatását. Moje meno je Ludovít Host, som tréner mládežníckého klubu Laugaricio Combat Club z Trenčína. Sem do Kolárova chodíme pravidelne, rád sem chodím na turnaje, pretože to je turnaj veľmi dobre obsadený. Je na tých deťoch vidieť z roka na rok pokroky a som rád, že som sa mohol zúčastniť aj tento rok tohto turnaja a ďakujem veľmi pekne usporiadateľovi. Kövecs Károly vagyok, Dorogról érkeztünk. Rajtam kívül még két edző kollega volt jelen a versenyen, és 13 kis birkózóval jöttünk el a versenyre. Örömömre szolgál, hogy meg tudtuk nyerni a csapatversenyt. Nagyon szeretünk Gútára járni, nagyon örülünk mindig a meghívásnak. Én személy szerint nagyon jó barátom Gőg Mihály, aki ezt a versenyt szervezi, és hosszú ideje már járunk ide erre a gútai versenyre. Nagyon meg vagyunk mindennel elégedve. Gőg Misi barátom, aki még Dorogon birkozta az utolsó veterán birkozó mérkőzését. A Misi barátom meghívott bennünket, és mi nagyon szívesen jöttünk ide, és nagyon jó volt ez a verseny. Sok olyan gyerekünknek, akinek ez a verseny adott sikerélményt. És így mindenki jól járt, a gyerekek is, meg mi is. Én egyébként két olimpián voltam a válogatott edzője, de azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy most ha azt mondjuk, hogy 100 lépcsőfokon kell fellépni, hogy valaki olimpián részt tudjon venni, akkor most a második, harmadik, negyedik lépcsőfokon vannak. Nagyon sokat kell még lépegetni, de ha végig mindig folyamatosan mennek fölfelé, akkor lehet belőlük nagyon jó birkozó. De ehhez szorgalom, kitartás és rettentő fegyelmezett sportmunka szükséges. Teroristických útokov, 2800 zasahujúcich členov špeciálnych jednotiek, historicky najväčšie protiteroristické cvičenie v Európe. Atlas Common Challenge 2.0.
Zaží zásah špeciálnych protiteroristických jednotiek šiestich krajín pod vedením slovenského Lynx komanda na vlastnej koži. Gútai Spantex szőnyegüzletben 200 négyzetméteren óriási választékkal 1991 óta várjuk vásárlóinkat. Szakképzett és kedves eladóink segítenek kiválasztani a legmegfelelőbb szőnyeget, talajgumit, laminált padlót és a hozzájuk tartozó kiegészítőket. A házhoz szállítást és a munka kivitelezését is ránk bízhatja. Spantex. Minőség. Olcsón. Műsorunk végén a Grinavanka művészegyüttes Ciril és Metód napi gútai fellépésének felvételeit tekinthetik meg. Jó szórakozást, viszontlátásra a jövő héten! V závere nášho vysielania si môžete pozrieť vystúpenie umeleckej skupiny Grinavanka z príležitosti oslav svätého Cyrila a Metoda v Kolárove. Prajme príjemný umelecký zážitok. Dovidenia o týždeň.